Harmadik helyen végzett a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata az orosházi üvegvilágkupán. A rangos nemzetközi megméretésen két győzelem mellett egy döntetlen értek el Beniség. Csapatunk a jövő héten már bajnoki pontokért fog parketre lépni. A háromnapos felkészülési tornán hat csapat mérte össze tudását augusztus 14-e és 16-a között. Együttesünk a torna nyitó mérkőzését a házigazda orosházával játszotta. Az MKC álmosan kezdte a találkozót, az első játékrész jelentős részében budaiék akarata érvényesült, ezt hülyen tükrözte a félidei 16-10-es orosházi vezetés is. A szünet jókor jött kézilabdázóink számára, Beniség fordulás után látványosan feljavultak. Csapatunk az egyaránt 5 gólig jutó Füstös és Szepesi mellett a saját nevelésű 4 gólt hintő Kis Roland vezérletével 27-27-es döntetlent ért el. Egy nappal később a horvát Kárdovász csapatával néztek farkas szemet Kovácsék. Együttesünk gyakorlatilag az első pillanattól fogva nagy fölényben játszott, a fiatalokkal alaposan megtűzelt horvátok csak helyenként tudták felvenni a versenyt Skalicki László együttesével. Kézilabdázóink az első félidei 16-11-es vezetés után 10 góllal 34-24-re nyertek, többek között Kis 7 és Grünfelder 5 találatával. A helyosztókat a torna záró napján bonyolították le, ahol az MKC a Balatonfüreddel játszotta a bronzmeccset. Csapatunk jól használta ki a Balatonfüred hibáit, ráadásul az MKC hálóira is több nagy bravúrt bemutattak az összecsapáson, ennek is köszönhető, hogy kéziseink a szünetben 14-11-re vezettek. A második félidőben is nagy küzdelem zajlott a parketten, de csapatunk meg tudta őrizni az első félidei előnyét, így végül 27-25-ös kövesdi siker született. A tornát a házigazda orosháza nyerte meg, miután a döntőben magabiztos játékkal 32-26-ra felülmúlta a Vácot. Skalicki László együttese ezzel gyakorlatilag befejezte a felkészülését, az MKC jövő héten éppen az orosházán legyőzött Balatonfüred vendégeként kezdi meg szerepését az NB1-es pontvadászatban. Kézilabdázóink augusztus 26-án szerdán 18 órakor lépnek parketre a Balatonparti városban. Hollóék az első hazai találkozót szeptember 2-án szerdán szintén 18 órától fogják lejátszani, amikor is a Tatabánya érkezik a városi sportcsarnokba. Az MKC éves szurkolói és támogatói bérleteit folyamatosan meg lehet váltani a csapat bajnoki mérkőzéseire. A bérletesek az MKC alapszakasz és rájátszás meccsei mellett a Magyar Kupa találkozókat és az U23-as csapat NB2-es bajnoki mérkőzéseit is megtekinthetik. A drukkerek a bérleteket a városi sportcsarnokban, az MKC irodájában vásárolhatják meg hétköznaponként 9:30 és 12:30, illetve 5:30 és 7:30 között.